Kézműves foglalkozásra várták a gyermekeket a vízivárosi óvodába. Az Aranyecset vizuális térbeli tehetség kibontakoztatás komplexen című program keretében nem csak kézműveskedhettek a gyermekek, de rajzversenyt is hirdettek a kicsiknek, amelyek középpontjában a család állt. A gyerekeknek nagyon sok élményprogramot ad, illetve idén már törekszünk arra, hogy a szülőket is minél inkább, minél tudatosabban bevonjuk a műhely működésébe. Úgyhogy nagyon lelkesen vesznek részt, illetve hát próbáljuk hangsúlyozni, hogy a felzárkóztatás mellett mennyire fontos a tehetséggondozás is, és az egyediség megőrzése. És azt gondolom, hogy itt ebben az óvodában 2019 óta ez már minden évben megvalósul. A programon részt vett Mészáros Attila alpolgármester is, aki örömét fejezte ki, hogy az intézményben már hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a kreativitás fejlesztésére. A vízivárosi óvodában a művészeti képzés kiemelten fontos, hiszen egyrészt nagyon magas szinten űzik a néptáncot az ITEDRA program keretében, másrészt pedig az egyéb művészeti ágak, így a rajz is kiemelten fontos. Így az Aranyecset program most már hosszú évek óta működik az intézményben, amelynek azt gondolom, hogy kreativitás fejlesztése nagyon-nagyon fontos a kisgyermekek számára. Az 54 beérkezett alkotást három kategóriában díjazták, az egyikben a három legjobbat szakmai zsűri választotta ki. Átadtak három külön díjat, valamint az óvónők szívének kedves rajzok készítői is elismerésben részesültek. Verbóczki Tamás mindössze 6 éves, de már most minden nap szívesen rajzol szabad idejében, amelynek meg is lett az eredménye, hiszen a második helyért vehetett át jutalmat. Apát, anyát és a testvéreimet. Mennyire szeretsz egyébként rajzolni? Nagyon. Szeretek rajzolni, nagyon. A legjobb fiatal alkotók jutalma egy-egy ajándékcsomag volt, amely értékes ajándékokat rejtett.